láthatunk rajta több típusú páncélost, illetve láthatjuk a pusztításnak valamilyen mértékét. Ugye a Szent Háromság szobor, ami itt látható, az ma már nem létezik a háború miatt. Ezzel a megrázó képpel és az akkori háborús körülmények tisztázásával kezdődött a Székesfehérvár 1944-es bombázásának évfordulójára életre hívott tudományos konferencia. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai Szatmári András és Hatala András századosok aknák, gránátok, bombák, rombolás földről és levegőből címmel tartották meg előadásukat. Ez az összeállítás az akkor használt nehéz fegyverzettel ismertette meg a közönséget. A konferencia a Szent István Királyi Múzeum és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum együttműködésében valósult meg. A két intézmény együttműködése elég régre nyúlik vissza, és már több tudományos tevékenység, illetve konferencia is kötődik a két intézményhez. A Lángokban az Ország című konferencián Kis Henriett a személyes dokumentumok tükrében mutatta be, milyen volt az élet a budai várban az 1944-45. Évi ostrom idején. Kovács József Dénes pedig Acél és tűzeső Debrecenben címmel a Civis város 1944. június 2. bombázásáról szóló, majd német Ildikó a Soproni Tisztileánynevelő Intézet sorsa a II. Világháború alatt egy bombázás következménye című előadásával zárult a tudományos konferencia.